10 évvel ezelőtt egy családi vállalkozásnak köszönhetően kezdődött meg a vadászturizmus kialakítása Búj községben. A kis település egy korszerű vadászházal és konferencia központtal már rendelkezett, valódi szállás helyet azonban az arra járóknak nem tudtak biztosítani. Egészen eddig, vasárnap ugyanis átadták a minden igényt kielégítő 4 szobás épületet. 250 négyzetméter hasznos alapterülettel rendelkezik, egyébként ugye nyilván teraszokkal együtt 300 négyzetméter, ebben van ugye a wellness rész, van egy nagy étkező, illetve nyilván a mozgáskorlátozott és egyéb szociális helyiségek megléte mellett felül 4 szoba, 2 nyugati és 2 keleti ablakkal rendelkezik. Magyarország 1971 után 2021-ben újra vadászati világkiállításnak ad otthont. A nemzetközi rendezvény kormánybiztosa az átadás alkalmával azt hangsúlyozta, a vadászat kultúrája 50 év elteltével is jelentős, a kormány számára pedig fontos, hogy támogasson ilyen beruházásokat. Ennek a szellemében dolgozunk, és ezért vagyunk most itt Bujon, mert egy olyan családi vállalkozás, egy olyan helyi kezdeményezés végeredményét látjuk, vagy legalábbis köztes eredményét, hiszen itt 10 év munkája után valójában most kezdődik majd egy új fázis, amely ékes bizonyítéka és illusztrációja annak, amit tulajdonképpen a világkiállítás is jelent. Mi összesítjük azt a tudást, azt a tapasztalatot, azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a helyi emberek itt Vinnai Attiláék helyben végeztek, és megmutatjuk a világnak. Erről szól a mi munkánk, hogy ki tudjuk teljesíteni a helyi kezdeményezések erőfeszítéseit. A térség országgyűlési képviselője beszédében azt emelte ki, a megyében létrejött turisztikai beruházásoknak nagy szerepük van abban, hogy a vendéglátásban tevékenykedő vállalkozások is nyitottak legyenek a fejlesztésekre. A vadászturizmus, amely ebben a megyében is megjelenik, hozzákapcsolódik az egyéb turisztikai fejlődésekhez. És szerencsére Vinnai Attila ötlete, törekvése, ez, amit itt látunk, ez a csoda, egybe kapcsolódott azzal, hogy maga a megyének ez a térsége fölemelkedett, és turisztikai fejlesztések is elindultak itt a közelben, gondoljunk itt Nyíregyháza térségére, gondoljunk itt Tokaj térségére. Az új vendégház amellett, hogy külsejében is autentikus vadásstílust képvisel, a környezetvédelem jegyében épült meg. Az épületre korszerű napelemeket szereltek, egy biológiai szennyvíztisztító segítségével pedig az újrahasznosított szennyvizet mezőgazdasági öntözéshez tudják hasznosítani. A beruházás egyik fő célja továbbá, hogy hozzájáruljon új munkahelyek létrehozásához, segítve ezzel a hátrányos helyzetű térség felzárkózását. A szálló létesítmény összköltsége 73 millió forint volt, melyet 50 millió forinttal támogatott az állam Európai Uniós forrásból.